1961-ben költöztem a Belgrád rakpartra, 66 tavaszán a 17-es számú ház 4. emeletére. Itt készültek a sírköves képek, az első vászondomborítások. A dunai kikötő látványa, hangjai, a nagy hajók mozgása állandó kerete életemnek, munkámnak. Sokat rajzoltam a Gellért-hegy szikláit, figyeltem korahajnalokon a csalogányok énekét, a nagy forgalom zaját megelőző órákban. Látom és mindig érzem a nagy folyam erejét, jelenlétét, szagát. Összeköt a világgal. Nagyon szeretem ezt a kaput, hát az egész házat, de a kapuban érzek a magyar korai szecesszió századfordulós építészetnek egy nagyon nemes és dekoratív motívumanyagát érzem a kapunál, ami ismétlődik még maradványaiban a lépcsőházban is. És éppen akkor készítettem egy kompozíciót, amiben két nagyon különböző és nagyon színes munkám szerepelt egymáshoz illesztve, és szimultán volt ez ma is van még ebből a szitanyomatból, az a címe szimultán, tehát hogy egymás mellett nagyon különböző időszakokból származó műveim szerepelnek. És ebből a kétféle szimultán együttműködő motívumból csináltam meg a kapura applikálva ezt a kompozíciót, amiben a gesztusok, ha nem is a szecesszió idejéből származnak, de amennyiben én onnan származok, vagyis sokat foglalkoztam a szecesszióval, rajtam keresztül ezek a mozdulatok mégiscsak valahogy alkalmazkodnak, vagy illeszkednek egyfajta ornamentikához, ami a múlt század elején készült, és színbe pedig arra törekedtem, hogy az az erő és kontrasztosság és egyben dekorativitás, ami megvan ebbe a munkámban, az itt is megjelenjen. És másik, hogy kíváncsi voltam, hogy hát ha eszébe jut egy építésznek, hogy ugyan szóljunk már Keser Ilonának, annyi új épület készül Budapesten, lehetne ilyen nagyon színes homlokzatokba is gondolkozni. Erre ma is várok, erre a felkérésre. Tavaly volt 50 éve, hogy én ebben a házban élek, dolgozom, fönn a 4. emeleten. Tehát, ha reggel kinézek, kinyitom az ablakot, a Gellért-hegy aznapi árnyalataiból tájékozódom, vagy a ködből, ami takarja vagy mutatja a hegyeket. Ez a hely Budapestnek egy, talán a legfontosabb az, hogy a szabad világ való kapcsolatomat jelenti. Tehát, hogy a nagy folyam, amiről tudjuk, hogy honnan ered, és meddig megy, és sejtünk mögötte egy fantasztikus történetet, de mint látvány lenyűgöző, és az, hogy szemben, közvetlen közelben nincsenek épületek, tehát ezt is értem a szabadság alatt. Tehát egy olyan szabad tér Budapest közepén, ami mindennapi újrakezdéseket tesz lehetővé és természetessé.